szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket! Önök a hetednapi Adventista Egyház Gyere, ahogy vagy című műsorát látják. Mai vendégünk Stephen Cooper, az Adra International, európai menekült krízisben való azonnali segítségnyújtásért felelős regionális koordinátora. Stephen, örülünk, hogy itt vagy. És az első kérdés az hogy lenne hozzád, ami ez a hosszú név láttán mindenkiben felmerül, hogy mi is a feladatod, mint egy ilyen koordinátor? First of all, I want to thank you and... Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek és beszélhetek veled ebben a stúdióban. És megoszthatok néhány dolgot a menekültválsággal kapcsolatban, különösen, hogy mit is tesz az ADRA. Ahogy mondtad, hosszú tisztségem van, és ezzel a tisztséggel nagyon sok feladat kötelezettség jár. Először is, amit meg kell említeni, koordinálni kell az ADRA válaszát a menekült helyzetre a régióban. Az adra sok itteni országban működik, és úgy kell végezni a feladatunkat, hogy amit teszünk, az eredményes legyen. Tehát annyi menekültet kell segítenünk, amennyi csak lehetséges, akik számtalan nehéz helyzeten mentek keresztül, miközben valami jobb életet keresnek. Tehát az én dolgom az, hogy szorosan együtt dolgozzam az országok hivatalaival és a terepen dolgozókkal, hogy támogassam őket abban, hogy a lehető legjobban el tudják érni a kedvezményezetteket. Azt mondtad, hogy a legtöbb országban jelen van az ADRA, és azt, hogy koordinálod köztük a munkát, ez azt jelenti, hogy a, az országok összetudnak dolgozni ebben a, ebben a segítségnyújtásban? Igen, ez teljesen így van. Ez magában egy kihívás, sok nyelven dolgozni, és ugyanakkor odafigyelni arra is, hogy a menekültek nagy része különböző nyelvcsoportból, kultúrából jön. És ez egy komoly kihívást is jelent. De azért vagyunk itt, és nem csak én egyedül, hanem egy egész csapat dolgozik, akik segítenek a regionális irodáknak, hogy válaszolni tudjanak erre a katasztrófára, és segítséget nyújtsanak ebben a helyzetben. Hadd kérdezzem meg, hogy eddig ugye ismerjük, hogy mi történt Európában, mi történik most, mi van folyamatban. Tudnál egy pár szót mondani azokról az országokról, amik ebben jelen vannak, Görögország, Macedónia, Szerbia, amik éppen befolyásolva vannak, vagy ez itt a menekült krízis éppen aktuális? Örömmel mutatok be egy keveset abból, amit teszünk, hogy hogyan tudunk felelni erre a válsághelyzetre, amit van előttünk. Véleményem szerint a legtöbben, akik figyelik az eseményeket, azt látják, hogy óriási problémával állunk szemben itt Európában. És ez nem csak a Balkánt és felfelé haladva Magyarországot érinti, hanem az egész kontinenst. Ez a probléma Európán kívülről származik, de olyan ügy, amivel nekünk, Európának is szembe kell néznünk, foglalkoznunk kell vele, és bizonyára a mi feladatunk és válaszunk az, hogy nagyon közelről figyeljük a balkáni régiót egészen Magyarországig, és még beleértve Olaszországot is. Erre összpontosítsunk ebben a pillanatban de az adrának vannak különböző akciói Európán kívül is, amik ezzel a problémával foglalkoznak. Véleményem szerint a legjobb az, ha lent Görögországban kezdünk, és onnan haladunk felfelé a munkával, ha figyeljük a szituációt, és hogy a csapatunk hogyan felel a helyzetre. Jelen vagyunk Szíriában és Libanonban is, és azért hozom fel ezt, mert úgy érzem, hogy ez nagyon fontos, hogy felismertük, hogy olyan személyekkel foglalkozunk, akik háborús övezetből érkeznek. Amennyire lehet, szeretnénk odafigyelni és támogatni őket a saját környezetükben, az otthonukban, ahol kényelmesen érzik magukat. De felismertük, hogy a konfliktus helyzet miatt sokan úgy érzik, hogy nem biztonságos továbbra is ott maradniuk az országban, és ezért van bennük a szándék és akarat, hogy egy biztonságosabb helyre menjenek, és Európát olyan helynek látják, ahol békére és stabilitással lehetnek, és új életet kezdhetnek messze a konfliktusoktól, aminek a kellős közepénben voltak az elmúlt négy-öt évben. És mit csináltok Szíriában? Azt mondod, hogy ott is vannak éppen programjaitok. Rengeteg otthonát vesztettel foglalkozunk. Sokuknak el kellett hagyniuk az otthonukat a bombázások miatt, ott zajló konfliktus miatt. És amit szeretnének, az egy olyan hely, ahol letelepedhetnek és békében élhetnek. És sajnos az erős katonai jelenlét az állandó hadműveletek miatt elkezdték úgy érezni, hogy ez nem az a hely, ahol békében élhetnek. Elkezdtek más helyet keresni. Tehát Szíriában arra koncentrálunk, hogy megpróbáljuk azt a támogatást nyújtani, amire szükségük van. És reménykedünk, hogy amikor a konfliktus megszűnik, maradni tudnak és ezután meg tudják teremteni a biztonságos otthont maguknak Szírián belül. De rengetegen már Szíriából Libanonba, Jordániába és ezekre a területekre települtek át. És nekünk ezeken a területeken kell foglalkoznunk velük. Általában táborokba kerülnek, és mi itt dolgozunk, megteremtve a tanulás lehetőséget a gyermekek számára, elfoglaltságot adunk nekik, és amennyire lehet, megpróbáljuk normális kerékvágásban helyezni az életüket, annak ellenére, hogy táborokban és átmeneti otthonokban vannak. Tehát ez az, amit az adra tenni próbál ebben a régióban. Bár el kell mondanom, hogy ez nem az én feladatomhoz tartozik, de munkatársaink ott vannak, akik ezzel foglalkoznak, segítik az ott élő szíriaiakat, azokat a tömeges menekülteket, akik ott élnek a táborokban, és az Adra elkötelezett abban, hogy segítse őket, keresse annak lehetőségét, hogyan adhatnak támogatást abban a helyzetben, amiben saját akaratuk ellenére kerültek akkor most ugorjunk arra, ami a te feladatod, mint regionális koordinátor, tehát azt mondtad, hogy kezdjük a Balkántól, hogy mi történik ott. Azokért a menekültekért, akik úgy döntöttek, hogy nem tudnak Szíriában maradni, és egy olyan hely után kell nézzenek, ami biztonságos számukra, ahol felnevelhetik családjaikat, dolgozunk értük Görögországban, akik Törökország felől érkeznek. Van csapatunk Lesbos szigetén, ami Görögországban van, ahová ezer és több mint 3000 fő közötti csapatban érkeznek naponta. Ez egy kis sziget, és egyáltalán nincsenek meg a forrásaik, lehetőségeik egy ilyen nagy tömeg befogadására. Ezért az ADRA más segélyszervezetekkel együttműködve próbál egy olyan eljárást elindítani, aminek segítségével regisztrálhatják ezeket az embereket. Egészségügyi ellenőrzésen eshetnek át, étellel láthatjuk el őket. Nagyon sokan csak a legszükségesebbeket hozták magukkal, egy hátizsákban a legfontosabb dokumentumokkal utaznak, tehát amikor megérkeznek, a végén már gyakran úsznak a szigetig. Nekik támogatásra és segítségre van szükségük, akár ruhákra, akár egy meleg helyre, fedélre a fejük fölé. Ez az a munka, amit végzünk Görögországban, Lesbos szigetén. Ide tartozik, hogy a regisztrációt követően ezeket az embereket hajóra szállítják, és a görög part felé veszik az irányt. Ennek az az oka, hogy a sziget képtelen eltartani őket, és a sziget lakosságával is konfliktusok alakulnak. Ki. Tehát segítenünk kell abban is, hogy hogyan kerülhetik el a konfliktus helyzeteket, amennyire csak lehetséges. És számos szervezettel együtt dolgozunk ezért. Sokan közülük Görögországon keresztül Macedóniába mennek, és ott ugyanez a probléma. Macedónia egy kis ország túlterheli a rengeteg menekült, főként a határokat úton Szerbia felé. Ebben a helyzetben mi újra megpróbálunk ételről, szükség esetben egészségügyi ellátásról és az egyéb alapvető szükségletekről gondoskodni. Azt látjuk, hogy nagyon sokan közülük családosan érkeznek, idősek, kiskorú gyermekek, kísérő nélküli kiskorúak hozzájuk verődve. Nagyon nehéz ezeknek az embereknek, sok nehézséggel néznek szembe, ezért az adra keresi a lehetőséget a megsegítésükre, segít az alapvető szükségletei kielégítésében, és megvédi őket, amik keresztül mennek ezeken a területeken. Szerbiában ugyancsak rengeteg dolgunk van a határon ellenőrző pontokon, ahol bejönnek, és Belgrádban is. Belgrádban úgynevezett AIC menekültügyi információs központokat állítunk fel, ahol arabul beszélő fordítóink dolgoznak azon, hogy kommunikálni tudjanak a szír menekültekkel kapcsolatba lépni velük, hogy lássuk, milyen szükségleteik, problémáik vannak. Van gyermekmegőrzőnk, közösségi tanácskozó helyünk. Sokan közülük különböző traumákat szenvedtek el az útjuk során. Sok ismeretlennel, sok félelemmel és aggodalammal találkoztak, és nekünk az adrán keresztül segítenünk kell nekik, hogy szembe tudjanak nézni ezekkel a nehézségekkel. Tehát, ha jól értem, akkor itt a, a fizikai segítségnyújtás mellett, vagy azon kívül lelki segítségnyújtás és, és sokkal inkább ilyen emberi segítségnyújtás is van. Más országban is próbáljátok ezt bevezetni? Ez egyik azoknak a területeknek, amikben mi, mint az adra erősek vagyunk, és amit bővíteni is szeretnénk, és most is ezen vagyunk. Visszük tovább ezt a régió más országaiba, Horvátországba, Szlovéniába és egyéb országokba beleértve lefelé Macedóniát. Keressük, hogy hogyan tudnánk a legtökéletesebben megtalálni a holisztikus megközelítést, a szükségleteiknek megfelelő segítséget nyújtva. Felismerve, hogy a fizikai szükségletek font Pontosak, de sokuk olyan traumát élt át, vagy olyan helyzeteket, amelyeket mi nem is ismerhetünk, vagy meg sem érthetünk. Ezért szükségük van segítségre, hogy ezeket kezelni tudják. Ezért próbálunk a lehető legteljesebb körül segítséget nyújtani számukra. Magyarország szomszédairól kérdeznélek még, például Horvátország, Szlovénia, akikkel így konkrét határaink vannak. Milyen munka folyik ott a migránsok vagy menekültek megsegítésére? Hasonló a helyzet ahhoz, amit más helyeken is teszünk a menekültválságban és ez az, hogy segítséget nyújtunk a határátkelőknél, ételt adunk, amennyiben szükséges, egészségügyi felügyeletet biztosítunk, néhányuknak ételre van szüksége, néhányuknak privát térre, és ahogy már említettem, közösségi tanácskozó helyeket is biztosítunk, ahol szükséges. Ezt tesszük Horvátországban, Szlovéniában, és óriási támogatást kapunk a közvéleménytől ezekben az országokban. Ez segíti, hogy még hatékonyabbak legyünk az emberek elérésében és azok megsegítésében, akik szükséget szenvednek. Azt látjuk, hogy Magyarországon nagyon megosztja a társadalmat az, hogy hogyan gondolkozzanak ezekről az emberekről, akik az, az, Európában és az, országok, az itt lévő országokban próbálnak menedéket találni. Mit lát ebből az adra, milyen lehetőségeink vannak minden mellett, illetve hogy mi a hozzáállása vagy az álláspontja az adrának ezzel a kérdéssel kapcsolatban? You're talking about a very hot topic. <laughs> Egy nagyon kényes témáról beszélsz. Minden csoportnak különböző álláspontja van ebben a kérdésben. Ez egy bonyolult helyzet, nem könnyű, de úgy érzem, hogy vannak olyan utak, lehetőségek, amelyeket keresnünk kell. Ez a kérdés megosztja az egyházakat, megosztja a közösségeket, megosztja az országokat abban, hogy mi is a helyes. Egy dolog, amire mindenkit bátorítanék, az az, hogy ha elgondolkodunk a dolgon, gondolatban helyezzük magunkat egy menekült helyzetébe. Ha én egy menekült lennék, aki Szíriában élt, az ottani feltételekkel, amikben ők élnek, és lenne családom, egy újszülött gyermekem, feleségem, akinek támogatásra van szüksége, és fiatal gyerekek, mit lépnék erre? Ha lépnem kellene, mint ezeknek az embereknek. És mit szeretnék, hogy mások tegyenek, ha én ebben a helyzetben lennék? Úgy érzem, van egy kulcs, ami választ ad néhány kérdésre. Véleményem szerint itt az adra felfogása fontos. Mi, mint egy hiten alapuló szervezet, hiszünk az emberi lét végtelen értékében. Isten teremtett bennünket, és megbízott, hogy vigyázzunk egymásra, segítsük egymást, ahol kihívásokkal találjuk szembe magunkat, és szerintem itt vagyunk, hogy elérjünk embereket, próbáljunk szíveket megérinteni, amelyek nehézségeken, megpróbáltatásokon mennek keresztül, figyelembe véve, hogy ők máshogy tennék ezt, más a hitük, más a világnézetük, de ők ettől függetlenül emberi lények, akik méltóságot, tiszteletet érdemelnek, és ezt szerint kell bánnunk velük. Tehát az adra szerepe nem az, hogy bizonyos dolgokat követeljen nekik, mint például a letelepedés bármely országban. A feladatunk az, hogy méltósággal és tisztelettel kezeljük mindegyiküket, és ugyanakkor kérjük a kormányokat, hogy keressék azt, hogy ők hogyan tudnák segíteni ezeket az embereket, akik nagyon nehéz helyzetből jönnek, és keressék azt, hogy hogyan tudnák visszafordítani az életüket a normális kerékvágásba, ami teljessé tenné az életüket az ő világukban. See how they can return to a life of normalcy and a life that is fulfilling for them in, the, in their in their world. Hmm. Zárásul hadd kérdezzem meg, hogy milyen tervek vannak a jövőre nézve, mert most nagy kihívások jönnek, ahogy közeledik a tél, és úgy tűnik, hogy nem akar abba maradni ez az áradat, hogy még mindig jönnek menekültek Európába. Mit tervez az adra ezekre az időkre, mi lesz a jövőben? Ez az, amit a horizonton látunk, ami a látóterünkön belőre került mostanra, és amivel foglalkoznunk is kell. A tél itt van a nyakunkon, és látnunk kell, hogy sokan közülük, ha csak nem nyújtunk valami segítséget, részesei lehetnek az emberiség katasztrófájának. Nem válságnak, hanem katasztrófának, ha sokukat ott hagyjuk a legalapvetőbb szükségletei kielégítése nélkül. És az adra számol a helyzettel, hogy segítséget tudjon nyújtani, amennyiben szükséges. Ezt az adra egyedül nem képes megoldani, ezért dolgozunk rengeteg szervezettel együtt. Tehát ismerjük fel, hogy minden egyes segélyszervezetnek egybe kell gyűlnie, hogy lássuk, hogyan foghatnánk össze, hogy az érintettek megkapják a szükséges törődést, amire szükségük van. Tehát az adra szorosan együttműködik a Vörös az ENSZ menekültügyi főbiztosának hivatalával és az orvosok határok nélküli nevű szervezettel. Együtt dolgozunk velük és sok más humanitárius szervezettel, hogy próbáljunk megoldást találni a jövő kihívásaira. Továbbá szükségét látjuk annak, hogy együtt dolgozunk adományozókkal és olyanokkal, akik figyelnek forrásokra. Szükség van további támogatásokra, hogy részt vegyünk a segítségnyújtásban. Tehát ebben az esetben újabb forrásokat vonunk be, azután pedig keressük a lehetőséget a tervezésre a különböző országokban, hogy felkészüljünk a közelgőtérre. Biztos azt, hogy egyetlen embert sem hagyunk katasztrofába sotródni. Stephen, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezeket a fontos dolgokat. És köszönjük szépen a kedves nézőinknek is, hogy itt voltak velünk, műsorunkat most is egy a zárjuk. A viszontlátásra! Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Olvassuk el Isten ígéből János írása szerinti evangélium tizedik rész, tizedik versét. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Jézus mint egy 30 évet élt itt ezen a földön. Nagyon rövid volt az élete. Ha ma valaki 30 éves korában meghal, azt mondjuk, hogy tragikusan keveset élt. De Jézus élet ennek ellenére rendkívül gazdag volt. A Szentírás lapjai tanúskodnak erről a gazdag életről. És ő azért jött, azt mondja ez az ige, hogy másoknak is gazdag életet adjan. Persze ez nem anyagi értelembe vett gazdagság, hanem sokkal inkább egy lelki gazdagság, hogy értelme legyen az életüknek. Jézus nem azért jött, hogy elvegyen, nem azért jött, hogy korlátokat állítson fel, hanem azért, hogy szabadon, gazdagon élhessük életünket. Na, ma nagyon sok embernek nincsen értelme az életének. Vannak idősebb, középkorúak és fiatalok, akik úgy érzik, hogy üres és céltalan az egész életük. Mi magyarok még mai napig is élen járunk abban, hogy nagyon sok ember depressziós, nagyon sok ember eldobja az életét, csak azért, mert úgy érzi, hogy céltalan az élete, csak úgy érzi, hogy nem, nincs értelme az ő egész életének. Sokan vannak, akik olyan Módon élnek, hogy a mának, csak a mai élvezeteknek élnek, azért mert nincsen jövőjük, nem látnak maguk előtt jövőt. Ezért pusztítják magukat, és olyan dolgokat művelnek életükkel, amelyek azt mutatják, hogy céltalan az egész életük. Egy ember életének két végállomása van. Az egyik a kezdet, amikor megszületik, és ilyenkor elgondolkoznak felette, hogy vajon mi végre született, és örülnek neki, hogy megszületett. Bár sajnos látunk olyat is, amikor bánkódnak miatta is eldobják. Aztán van egy másik vége az ember életének, amikor amikor eltávozik közö, közöttünk, közülünk, és olyankor olyankor megint csak elgondolkoznak, hogy vajon mit élt ez az ember, milyen volt az élete. Örülnek, hogy milyen nagyszerű volt, hogy közöttünk volt, máskor pedig bánkódnak, hogy na végre eltávozott közülünk. Van olyan ember, aki csak néhány évet élt, de tartalmas az élete mások pedig akár száz évet is élhetnek, de egész életük egy céltalanságban tel. Seneca, római filozófus, aki Jézus kortársa volt, a következőt mondta. Nem az a baj, hogy kevés idő áll a rendelkezésünkre, hanem főképp az, hogy sokat elfecsérlünk abból, ami adatik. Vagy egy másik helyen azt mondja, hogy életünk legnagyobb része úgy telik el, hogy rosszul cselekszünk, nagy része úgy, hogy semmit sem csinálunk, Szinte egész életünk pedig úgy, hogy más csinálunk, mint amit kellene. Nos, Jézus azért jött, hogy szolgálatával számunkra értelmes, tartalmas, gazdag életet adjon. Mert az igazi értelme az emberi életnek nem a fizikai gazdagság megszerzése, nem az, hogy minél gazdagabbak legyünk, vagy azt megtartsuk, ezt a megszerzett gazdagságot, hanem a tartalmas, értelmes élet. Azt mondja Márk Evangéliumában, Mit használ ugyanis az embernek az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Nekünk tartalmas életre van szükségünk. A bűn tragédiája az, hogy a bűn elveszi az életet. Azt mondja Jézus a tolvaj, nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Ezzel szemben Jézus azért jött, hogy gazdag életet adjon. Sőt, ő itt élt ezt a gazdag életet, és továbbadta nekünk, és ugyanezt kéri tőlünk, ha mi megtapasztaljuk ezt a gazdag életet, akkor adjuk tovább mi is embertársunknak. Milyen lenne az élet, hogy ezt a Krisztustól kapott gazdagságot nap, mint nap mi is továbbadnánk másoknak? Milyen lenne az emberi élet, hogyha azzal töltenénk az életünket, és azzal gazdagodna életünk, hogy a mások, az Istentől kapott gazdagságot mi továbbadnánk más embereknek ne csak létezzünk, ne csak időzzünk az életben, hanem legyen az életünk gazdag, Krisztustól megszentelt, tartalmas élet, amit másoknak is továbbadhatunk. Amen.